TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Sermer Ádám egy politikus, a liberálisok főpolgármester jelöltje, szakmáját tekintve nem kertész, mégis Budapest fájér aggódik. Főpolgármester jelölt úr, mi van Budapest fájival? Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Hát a fákkal az a helyzet, ami egy nagy probléma, hogy jelenleg egy olyan állampárti helytartó van Budapest élén, aki magasról tesz a környezettudatosságra és a zöld gondolatokra. Most éppen az Andrássy út fáit hozza rendbe, hogy egy vihar ne borítsa őket a fejünkre. Így van, ugye a szakszerű telepítése a fáknak az egyébként megtörténhetett volna, és akkor nem kellene ezeket az utólagos munkálatokat megtenni, de a szakszerűtlenség az nagyon sok esetben... Azt akarja mondani nekem elnézést, hogy megakasztom, hogy Tarlós telepítette az Andrássy útra ezeket a fákat. A szakszerűtlenség nagyon sok esetben utolérhető a fák kezelésében, de ennél sokkal nagyobb a probléma. Ugyanis arra óriási szükség lenne, hogy Budapesten minél nagyobb területeket foglaljanak el a fák és a normális zöld területek. Zöld terület alatt nem műfüvet értek, tehát nem zöld színű, hanem valóban környezet, levegő, oxigén termelő zöld terület. Na most a fák helyett az a probléma, hogy úgy tűnik, hogy az állampárti helytartó kizárólag arról gondoskodik, hogy a fák helyett a díszburkolatok városa legyen Budapest. A tegnapi napon egy nagyon érdekes és nagyon fontos információ került napvilágra a Direkt 36-nak köszönhetően, amiből kiderült, hogy 2018-as évben kizárólag az alatt az egy év alatt a Dolomit Kft., Orbán Viktor édesapjának a kőbányája, a Dolomit Kft. 1,9 milliárd forint, tehát 1900 millió forint profitot tudott termelni. Nem forgalmat, ez már ami zsebbe került a végén az évnek, amikor lezárták a pénzügyi évet. Biztos nagyon jól dolgoztak, és jól üzleteket 1900 millió kötöttek. Forintot tudott a kőbányáiból kitermelni Orbán Viktor édesapja. Nyilvánvalóan nem kérdés, hogy Tarlós István állampárti helytartóként kizárólag a budapesti érdekekkel, a budapesti polgárok érdekeivel szemben kizárólag Orbán Viktor és a kormánynak az érdekeit képviseli. Sajnos Orbán Viktor édesapjának nem faiskolái vannak, ezt ennek issza meg a levét Budapest, hogyha Orbán Viktor édesapja a Dolomit Kft. Orbán Viktor édesapja nem közszereplő, úgyhogy hagyjuk békén. Orbán Viktor viszont közszereplő, és a családjában olyan vállalkozás van, ami úgy tűnik, hogy a piaci tendenciától nagyon eltérő utat jár be. Ön azt hiszi, hogy Budapest rendelnek. Nem, természetesen. Nem, de Budapest élén egy olyan állampárti helytartó van, aki mindent megtesz azért, hogy Budapest utáig az utolsó gram még mindent beépítsenek, amit a Dolomit Kft. Kitermel. Ez pedig azt gondolom, hogy nagyon szembe megy azzal az igényel, ami egy teljesen jogos igény a budapesti polgárok részéről, hogy nem díszkövekre, díszburkolatra, műfűre van szükség, hanem árnyékot és oxigént adó fákra. A Városliget rendezése most történik. Igen, oda is nagyon, oda is elképesztő, a Városligetbe is valami elképesztő mennyiségű alapanyagot fognak tudni feldolgozni a Dolomit Kft-től. A Városligetbe feltörik az utakat. Így van. Lesz ilyen eleme is az építkezésnek. A programjába hogy szerepelnek Budapest és környékének fásítása? Alapvetően a környezettudatosság egy nagyon fontos eleme a Polgári Budapest programomnak is. Egyébként azt örömmel látom, hogy Tarlós Istvánon kívül lényegében a többi jelölt is nagyon előre mutatóan gondolkodik környezettudatosság terén, és alapvetően a zöld területeknek a drasztikus növelése, illetve annak a megállt parancsolása, hogy további értékes és fontos fákat, régi, nagy kiterjedésű, terebélyes fákat már ne írthassanak ki Budapest utcáiról. Ez egy elsődleges lépése kell, hogy legyen egy új főpolgármesternek Budapesten. Nekem úgy hallatszik, mintha azt mondaná, hogy békül a többi főpolgármester jelölttel a hangjából, mintha ez jönne le. Tegnap egy kereskedelmi televízióban, ahol korábban azért olyan túl sokat nem szerepelt, arról beszélt, hogy esetleg mégis részese lehet egy összellenzéki megállapodásnak. Mit tud erről mondani? Ugye alapvetően tavaly október óta nagyon egyértelműen és nagyon következetesen egyetlen dolgot mondok. Arra van szükség, hogy változhasson Budapest élete és pozitív irányba változhasson, hogy Tarlós Istvánt le
kell váltanunk. Tarlós István leváltása az pedig azt követeli meg, hogy legyen együttműködés, és egy demokrata ellenzéki jelölt álljon Tarlós Istvánnal szemben. Én október óta ezért dolgozom, és az pedig az én feladatom és az én felelősségem, hogy megpróbáljam ezt az egy demokrata jelöltet, aki a végén állva maradhat, felvértezni azokkal az értékekkel és azokkal a tartalmi elemekkel, amire a Polgári Budapest programom épül, ami liberális alapokon épül föl. Ezt kell nekem képviselnem, és én ezt fogom képviselni, ezt eddig is elmondtam, hogy én a Polgári Budapest programomat nem hagyhatom magára, hiszen annak van már egy mérhető támogatottsága Budapesten a budapesti polgárok között, azt kell képviseljem. Azt majd a jövőben fog eldőlni, most már eléggé a közeljövőben, hogy ezt tudom-e egy együttműködés részeként képviselni, és tudom, megfelelő garanciákat látom-e arra, hogy ebben az esetben a jelölt az élén a demokrata ellenzéki együttműködésnek a Polgári Budapest programomra épülő közös víziót fog a választók elé tárni és felkínni. Amennyiben ez megvalósul, tehát tartalmi együttműködés születik, és én magam is valamilyen módon a rendszerben garanciája lehetek ennek a majdani megvalósításának, akkor nagyon nagy örömmel fogom venni, hogyha végre eljutunk oda, hogy tényleg csak egy demokrata kihívója legyen Tarlós Istvánnak. Mi már annyiszor beszélgettünk, úgyhogy nyugodtan mondhatom magának, önnek azt, hogy akkor beszéljünk egyenesen, célirányosan. Ha jól értem szavaiból, amikor tartalomról beszél, és önről, mint garanciáról, akkor arról lehet szó, hogy tulajdonképpen Karácsony mellett egy alpolgármesteri beosztásért biztosítva látná azt, hogy tartalmilag az ön programja megvalósul? Én ennyire konkrétan pozíciókról még nem tudnék beszélni. Ugyanis hát nem... ahhoz, hogy a pártja élve maradjon, és utánpót, és népszerű lehessen, ahhoz azért valami funkciókra is szükség van. Ugye az, hogy milyen funkció és milyen pozícióról beszélünk, az még a jövő zenéje. Én azt hangsúlyozom, hogy én nekem is személyesen kell, hogy legyen valami szerepem az új budapesti városvezetésben valamilyen szinten ahhoz, hogy lássak garanciát arra, hogy a Polgári Budapest programommal foglaltak megvalósulhatnak. De ezt én még konkrét pozícióhoz nem tudnám kötni, ugyanis egyelőre még a tárgyalásoknak az alappillére a tartalmi egyeztetés, amire ön is utal, ami lehetővé teheti, hogy majd utána pozíciókról beszéljünk, még az sincsen lezárulva, még az sincsen hivatalos formába öntve, tehát még az esély megvan meddig rá, hogy... Meddig várhat ez a dolog? Hát lényegében itt az ajánlásgyűjtés leadásáig van egy utolsó, végső határidő. Lehet, hogy attól arra, fél, hogy az aláírásgyűjtés nem lenne sikeres? Nem, mondom még egyszer, az aláírásgyűjtés leadásáig van arra határidő. Nem a gyűjtés kezdetéig, a gyűjtés leadási határidejéig van arra lehetőség, hogy a jelöltségeket illető felállásban bármit változtassunk. Az aláírásgyűjtéshez kellenek valami kis szóróanyagok, mit tudom én, mágnesek, tollak és egyéb kütyük, műtyük. Onnét fogják megteremteni erre a pénzt? Ez pénzbe kerül? Yeah, azt is talán mindenki láthatja, aki követi a közéletet és esetleg találkozott a kampányommal, hogy ugyan én azt hiszem, hogy az egyik legrégebbi álló jelölt vagyok itt a jelöltek közül. Kitartó, nálam mondanám. Korábban kizárólag Tarlós István jelentette be az indulását. Tavaly október óta lényegében saját zsebből néhány tízezer forintból folytatok egy kampányt, aminek tulajdonképpen nem a finanszírozása az igazi pillére, hanem a tartalma. És erre szeretném a továbbiakban is a hangsúlyt helyezni. Az pedig, hogyha véletlenségből mégsem jön össze az együttműködés, mégsem tudok valódi együttműködés részeként tovább folytatni a kampányt. Ebben az esetben ugyanilyen minimál költségvetésből, ugyanígy saját forrásokból és saját zsebből megpróbálok akkor egy utolsó körben valamiféle szóróanyagot is majd előállítatni. Ahhoz egyébként nagyon jó hír és nagyon jó visszajelzés a kampányom során, hogy egyébként az aktivisták azok mondhatni, hogy lelkesen várják, hogy lehessen szórólapozni, ugyanis elképesztően sok olyan ember jelentkezett a kampányom során, aki tulajdonképpen csak a főpolgármester jelöltsége miatt szerzett tudomást arról, hogy létezek, és a főpolgármester jelöltsége miatt szerzett tudomást arról, hogy van legalább egy olyan politikai párt a palettán, aki olyan fontos dolgokat képvisel, mint a Polgári Budapestben foglaltak. Úgyhogy az aktivistákból nem lesz hiány szerencsére, reményeim szerint nem szorulok arra, hogy saját szóróanyagokat kell gyártsak, hanem valóban törekedhetünk egy jelölt mögött egy Tarlós leváltásra. Arcukat és nevüket nem adó ellenzéki politikusok azt állítják, hogy önök tulajdonképpen a kormánypártnak a trójai falovai. Nem tudom, hogy
akik állítják ezt, én is szoktam ilyen butaságokkal találkozni, de hát ennél azért sokkal elképesztőbb alaptalan, valótlan állítások is keringenek néha a közéletben. Azt kell mondjam, hogy ez egy nagyon rossz reflex, hogyha valaki megijed attól a politikai palettán, hogy valaki tisztességesen, következetesen, kitartóan és értékalapon politizál, és nem taktikai alapon ugrál jobbra-balra, össze-vissza, akár az ördöggel is cimborál, akár bárkivel, bármikor, bárhol csak pozícióhoz jusson, hanem valaki sokkal erőrébb tartja az értékeket és a tartalmat, ez lehet, hogy ijesztően hat néhányaknak, és erre sajnálatosan ez a reflex alakult ki a közéletben, hogyha valaki megijed egy ellenzéki akarattól, egy ellenzéki mentalitástól, amit nem tud értelmezni, akkor gyorsan rá legyint, hogy ez biztos kormánypárti. Jó, ennek semmi alapja nincs akkor megváltoztatja előbbi nagyon határozott és egyenes kijelentését, hogy a Jobbikkal semmiféleképpen nem működik együtt? Én magam a Jobbikkal egész biztosan nem fogok semmilyen választási együttműködést kötni, és a Jobbikkal egyébként nem is kívánok semmilyen tárgyalást folytatni, tehát egészen egyértelmű, hogy kizárólag a demokrata ellenzéki pártokkal van nekem tárgyalni valóm, és ővelük látok potenciálisan esélyt arra, hogy végül kialakuljon egy együttműködés. Ebben az együttműködésben én egész biztosan ki tudom jelenteni, hogyha ez megvalósulna, én és a mögöttem álló szervezet jobbikos jelölteket akkor sem fogunk támogatni, ez egész biztos. És bocsánat, ennek az ellenkezője, hogy magától értetődik, hogy sem én, sem a liberális további jelöltek jobbikos támogatást nem is fognak elfogadni. Ez ugyanaz a kategória, mint a fideszes és a Mi Hazánkos támogatás. Kedves nézőim, az elmúlt negyed órában Sermer Ádám, a liberálisok főpolgármester jelöltje volt stúdiónk vendége. Aztán, hogy az 5. kerületben polgármester jelöltként elindul-e pártársa, vagy nem, vagy több helyen, majd kiderül az elkövetkező napokban. Most az előzetesek után viszont egy déjà vu, egy kis időutazásra megyünk vissza a 60-as, 70-es években, amikor Magyarország, legalábbis a főváros, de a vidéki kultúrházak is tele voltak táncházakkal. Mindenki ropta a különböző táncot. Kárpáti András lesz a vendégünk, aki egy sportoló, de magánéletében egy tánciskola tulajdonosa. Erről faggattam őt. A beszélgetést már korábban felvettük. Előzetesek után akkor jön a tánc Kárpáti Andrással. Tartsanak velünk!